Békés Jóvoda pedagógusokkal együtt tartotta meg tavaszi nevelési értekezletét Gyulaváros Egyesített Óvodája. Erre az évre a kiemelt nevelési feladat a gyermekmunkákon keresztül a kreativitás kiteljesítése lesz. Emellett nagy szerepet kap az új technikák bevezetése, megismertetése a legkisebbekkel. A témával kapcsolatosan a Békési Óvodával egy együttműködési megállapodást kötöttünk, és az a jelszavunk, hogy nagyon jó mindig mástól is tanulni, nem mindig csak önmagunk, kutassunk és keressünk, és nézzünk utána a dolgoknak, hanem menjünk el, nyissunk más intézmények felé, nézzük meg, hogy ők a témát hogyan dolgozzák föl. Úgyhogy ősszel mi voltunk a Békésen az óvodákban, megnéztük az ő munkájukat, illetve nagyon sok kreatív technikát tanultunk és ismertettek meg velünk, amit aztán mi a munkákban tudtunk alkalmazni. Arról beszélünk, hogy önkifejezés. Mert akkor azt mondom, hogy meg kell találnunk azt az arányt, hogy mikor legyen más, és mikor legyen egymáshoz hasonló. A nap folyamán a vizuális nevelésről, kreatív technikákról tartott előadást Kis Margit, főiskolai adjunktus, kreativitás óvodás korban címmel. Szabad önkifejezésnek nagyon nagy jelentősége van a személyiség fejlesztésében, az önismeretben, a boldog gyermekkorban. Ez a lehetőség adott minden óvodában. Három dolog nagyon fontos ehhez, hogy megfelelő élmény háttere legyen a gyermeknek, nagyon sok látás élményt kell biztosítanunk. A pedagógusnak mintát kell arra adni, hogy gyönyörködjön, felfedezze a természetben, az épített környezetben a szépséget, és ez belsővé váljon a gyermek számára, hisz a fantáziának ez az alapja, és a fantázia pedig az alkotó munkának az alapja. Az eseményen a Békesugár úti óvoda egykori növendékének, Kéri Lászlónak az előadását hallgathatták meg a megjelentek, Hogyan lettem az, aki vagyok címmel.